Naponta 400 millió ember, ennyien látogatják az egyik legismertebb közösségi oldalt. Miért töltünk sok időt a virtuális térben? Miért osztjuk meg az életünket olyan emberekkel, akiket 20 éve nem is láttunk? Kinyílt a világ számunkra a Facebookkal? Torzít, vagy ez lenne a valóság? Milyen veszélyei vannak a közösségi médiának? Ez lesz tehát mai műsorunk témája, és az elején érdemes leszögezni azt, hogy ma már az internet nélkül nem tudunk boldogulni, mondhatom azt, hogy nincs élet az internet nélkül, és hát a közösségi médiát is lehet természetesen jól használni és jó célokra használni. Vendégem ma Tulner Gabriella, klinikai szakpszichológus. Szervusz Gabi, örülök, hogy eljöttél hozzánk ebbe a műsorba. És valahonnan a közösségi média használatát indítsuk onnan a beszélgetést, hogy az embernek elemi igénye, hogy egy csoporthoz, egy közösséghez tartozzon, és valójában ez is volt az ilyen közösségi oldalaknak az elindításának a célja. Így van, ugye ez egy emberi szükséglet, ugye egy interpersonális szükségletünk van, az, hogy kapcsolódjunk emberekhez, csoportokhoz, vagy akár csak egyénileg ugye egyénekhez. Ugye az eredeti cél az lett volna, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, mert hogy ez egy jó dolog lehetne alapvetően, hogy régi 10-20 éven nem látott ismerettségeket felelevenítsünk azzal, hogy rájuk keresünk ezen az adott oldalon, meglátjuk, hogy mi van velük azóta, hogyan alakult ez életük, akár felvesszük a kapcsolatot. Tehát ez eddig nem is lenne probléma. Ugye a gond az ott kezdődik, hogy ugye az évek alatt ez nem hogy közelebb hozta volna az embereket egymástól, hanem egyre inkább eltávolította. Ugye, hogyha sétálunk az utcán, látjuk a fiatalokat, ott ülnek a kávézóba, bárhol. Ugye mit tapasztalunk? 4-5 ember, ahelyett, hogy kommunikálna egymással, mindenki a telefonját nyomkodja, vagy akár ott egymásnak üzeneteket küldözgetnek, de ugye az nem nagyon történik meg, hogy odafordulnának, és egy verbális kommunikáció lezajlana közöttük. Tehát ugye az igény az nagyon jó, az elképzelés az nagyon-nagyon jó volt, csak sajnos egy picit eltorzult ez a dolog, talán nem is picit. Az, hogy ma már a közösségi oldalakat minden másra használják, nem csak a kapcsolatfelvételre vagy a kapcsolatok ápolására, hanem mondjuk azon dolgoznak, vagy azon hirdetnek, ez szerinted elfogadott? Abszolút elfogadott, persze. Hát most már nagyon sok cég ugye ott árusít dolgokat, sőt, ugye azt is tudjuk, hogyha mondjuk egy cég állásinterjúkat fog készíteni, előtte azért a jelentkezőket, hát úgymond lecsekkolják, ugye, ahogy szokták ezt ebbe a Facebook slangbe mondani. Ezt azért kérdeztem meg, mert ugye arról még fogunk beszélgetni, hogy mennyire hitelesek az internetes információk, tehát mondjuk a közösségi oldalakon, ami megjelenik, abban mennyire hihetünk. Most nézzünk egy másik oldalt, egy másik vonalat, ami miatt azért felmerül az a kérdés, hogy az internet használók körében a közösségi oldalakra való rákattanás, és akkor már én is át fogom venni ezt a nyelvhasználatot, az lehet káros is, vagy lehet a szenvedélyünk is, és nem jó értelembe véve. Így van. Több dolog miatt káros. Az egyik dolog ugye az, hogy magának a kommunikációnak ugye nem csak egy verbális csatornája van, hanem van egy nonverbális csatornája, ugye a testünkkel üzenünk kommunikáció közben. Ez nagyon fontos, hogy mi erre sokkal érzékenyebbek vagyunk, mint a verbális kommunikáció. Ugye ez egészen akár kisgyerekkorban megmutatkozik. Nézzünk egy 5 éves gyereket, akinek válnak a szülei. Ugye mit mond a szülő, hogy mi soha semmit nem mondunk a gyerek előtt, itt nem hangzik el egy hangos szó, majd megyünk az óvodába, és látjuk a rajzon, hogy a gyerek gyönyörűen illusztrálja az otthoni helyzetet, és pontosan tisztában van azzal, hogy gondok vannak otthon, és nem értjük miért. Hát azért, mert ezekre az úgynevezett nonverbális csatornákra sokkal érzékenyebbek vagyunk már egészen akkori korunkban. Aztán, sőt, hát a pár hónapos gyerek is persze, hát érzékeli az édesanyját, persze, illetve így van, a szokásrendszer is úgy ezek alakult. Abszolút nem tudatos működésmódok, de hogy mi ezekre reagálunk, ezeket vesszük, ezeket adjuk. Most, vagy hogyha például mindenkinek szerintem van ilyen élménye, hogy beszélget valakivel, találkozik valaki, nagyon jó dolgokat mond, nagyon szimpatikus is lehetne, de hogy valamiért mégsem az, és nem tudunk igazából rájönni, hogy mi lehet az oka. Hát nyilván az, hogy a verbális csatorna és a nonverbális csatorna egy az egybe üti egymást, tehát elárulja azt, hogy ő valójában nem ilyen, mint amilyen képet alkot magáról. Ugye itt van ez az oldal, ahol nagyon sok verbális üzenet kimegy, viszont a nonverbális csatornák azok nagy részben hiányoznak. Ugye megy ezeken a különböző csetelés, beszélgetés, hát azon kívül nonverbális
verbális jel, hogy küldök egy mosolyjelet, vagy nem küldök, nem igazán van. Millió félreértés születik ebből, rengeteg konfliktus születik belőle, és továbbra is megy az, ugye, hogy egyre távolabb kerülnek emiatt egymástól az emberek. Egyébként pedig egy borzasztóan egészségtelen dolog, hogyha csak ezekre a verbális üzenetekre hagyatkozunk. Amit mondasz, az azt mutatja számomra, hogy igazából ismerkedni sem lehet így, vagy ebben a közegben. Pedig nagyon lehet. Sokan azt így mondják, van. Hogy milyen jó ezen a felületen, akár meg is lehet ismerni embereket, meg lehet ismerni a társunkat, mert nagyon sokan ugye a társkeresésre is használják, sőt, lehet tartozni szakmai csoportokhoz is. Igen. Meg lehet ismerni, ugye már ez itt egy jó kérdés, mit lehet megismerni, igaz? Tehát mit látunk? Ugye azt látjuk, hogy vannak képek, vannak úgynevezett posztok, amiből az emberek magukról próbálnak valamit kommunikálni a külvilág felé. Na most mindenkinek van egy reális énje, amilyen ő valójában, meg van egy ideális énje, amilyen szeretne lenni. És az szokott itt a bökkenő lenni, hogy egyre inkább ez az ideális világ épül fel ezeken az úgynevezett profil oldalakon, tehát nagyon beállított fotók, nagyon műhelyzetek, műszituációk, műírások, amire persze jönnek ezek az úgynevezett kommentek, ha már itt maradunk ugye a szlengnél, és ugye ezt tudjuk megismerni alapvetően, viszont ez nem a realitás. Tehát utána, amikor a konkrét reális szituációval találkozunk, akkor azért az illetők óriásit szoktak csalódni, hogy ez az ember egyrészt az egy dolog, hogy nem is olyan szép, de a másik pedig az, hogy egyáltalán nem olyan, mint amilyennek ő mutatja magát. Ugye ennek a másik lépcsője, ami már magára az egyénre borzasztóan káros, hogy előbb-utóbb szembesülni kell azzal, hogy ez az ideális én, amit én ott felépítek, az valójában nem én vagyok. Tehát lesz egy olyan helyzet, amikor ott ez úgymond le fog esni, hogy mi történik valójában. Ugye nemrégen olvastam, Amerikában gondolkoznak már azon, hogy konkrétan egy diagnózist, egy pszichiátriai diagnózist építenének erre a dologra, erre az álénre, erre az állatra, amit itt felvesznek az emberek, és kifejezetten a Facebook kapcsán. Sőt, hát nagyon sokan vizsgálják is azokat a hatásokat, ami a rendszeres Facebookolót érheti. Hát ugye, ahogyan mondtad, torzítása. A világ valóságát torzítja, kevesebb az önbecsülése annak, aki azt látja, hogy tőle mindenki szebb, okosabb, jobban él, stb. Mert ugye hajlamosak az emberek inkább a jó dolgokat megmutatni magukból, vagy a pozitív dolgokat kitenni a placra. Így van, ez teljesen egészen így működik. Ez egy idő után persze nem működhet, hogy valaki csak azzal szembesül, hogy ő ahhoz képest sokkal rosszabb. Így van, utána óriási csalódások történnek, tehát ez pont olyan, mint amikor valaki azt képzeli, hogy ő sokkal szebb, sokkal okosabb, mint mondjuk bárki más, és aztán ott van mondjuk egy mondjuk vizsgahelyzet, az egyetemen mondjuk az első vizsgahelyzet, és szembesülök azzal, hogy mondjuk csak nekem nem sikerült, tehát lehet, hogy mégsem vagyok annyira okos, mint amennyire én gondoltam magam, és ugye utána jön az, hogy az emberek ilyen majdnem, hogy depresszióba tudnak sokszor emiatt süllyedni. Sőt, ezt a fogalmat én nemrég hallottam is, hogy van ilyen, hogy Facebook depresszió. Hát egy pszichológus, nemzetközileg elismert pszichológus azzal magyarázta, hogy azok, akik nagyon sokat, vagy sok időt töltenek a közösségi oldalakon, minden mást, meg minden konkrét, élő és valós kapcsolatot kizárnak, és abban a virtuális világban jobban szeretnek élni. Tehát egyfajta ugyanolyan elzárkózás, vagy magány jellemzi őket, mint egyébként a depressziós embert. Igen, és hogy itt talán nagyon pici a határ, itt már a függőséggel. Tehát, hogy miről szól maga egy bármilyen függőség. Ugye tudjuk, hogy ennek két típusa van. Vannak a kémiai függőségek, ugye a drog, az alkohol, a gyógyszer, stb., illetve vannak a viselkedéses függőségek. Na most a számítógép függés az alapvetően erről szól. Tehát most ennek a Facebook az a meleg ágya. És hogy mi a függőség? Ugye az, hogy bizonyos egészséges megerősítők egyre inkább kiszorulnak az életünkből, és mesterséges dolog bejön helyett, amiben én aktuálisan jobban érzem magam, viszont mi történik? Az, hogy egyre inkább elzár engem a külvilágtól. Tulajdonképpen ugyanez. Teljesen ugyanez. Hogyha a fiatalabb korosztályt nézzük, akkor mondjuk a szülők hogyan vehetik ezt észre, hogy ez már nem csak egy játék a gyerekeknek, hanem most már teljesen függővé válik a gyerek. Például, hogyha nagyon-nagyon sok időt tölt előtte, ugye az, hogy az idő az relatív, ugye, hogy mi számít soknak, viszont nézzük már meg azt, hogy amikor a gyerek mondjuk hazamegy az iskolából, és mondjuk van az a x óra, abból hány órát tölt ezzel? Mert azért azt gondolom, hogy akár egy-két órát is ezzel tölteni, az
azért már elég nagy probléma, és akkor sajnos, akikkel találkozunk, nem egy-két órát töltenek előtte, hanem jóval többet. Személyes történet akár, hogy egy kis paciensem, aki már ennek olyan szinten a rabja, az édesanyja megy oda, és ki akarja venni a kezéből, és elkezd törni, zúzni, hogy ő nem tud enélkül létezni, vagy akár ha látjuk így az embereket, tehát az, hogy a telefonunkon ne legyen egy ilyen alkalmazás, és hogy naponta legalább 100-szor, de tényleg ez egy statisztika, hogy egy átlag egészséges ember, aki egyébként nem függő, legalább ennyiszer ilyen különböző nem tudom miket megnézeget, tehát hogy ez borzasztó nagy szám, ha belegondolunk. Borzasztó, igen. Borzasztó számok vannak, és hogy itt még azt mondjuk, hogy ez talán nem gond, hát nem tudom, mindenki döntse el magának, hogy én ez gondolja, nem gond. Hallottam, vagy egy olyat olvastam, hogy a magyar facebookozók egy nap 9 milliószor használják a Facebookot, uh-huh. vagy fölmennek, vagy regisztrálnak, vagy lekapcsolnak, akármi, de ez egy 9 milliós szám, tehát ez szerintem nagyon hihetetlen nagy. Borzasztó. Most mi most a kisebb korosztályról beszéltünk, tehát 13-14-12 évesekről, de igazából a 18-25 éves korosztály itthon olyan 1 millió 100 ezer magyar, aki uh-huh. használja rendszeresen a Facebookot, a 25-35 éves korosztály 1 millió 140 ezer, tehát majdnem közel azonos szám, tehát ez, hogyha levetítjük a, nem tudom, 10 milliós lakosságra, és kivesszük az időseket, meg a nagyon gyerekeket, akkor szinte mindenki használja. Ezért mondtam, hogy okos dolgokra is lehet használni. Mi, amiről beszélünk, azok a veszélyek. Uh-huh. Ha egy picit szélesebb körben megnézzük, akkor szokták azt is mondani, hogy a csoportoknak, az egyéneknek az egymásra való hatásáról már beszélt, mert a csoportoknak az egymásra való hatása, az ilyen társadalom szociológiai vagy szociálpszichológiai szempontból is érdemes megvizsgálni, hogy milyen lehet, és hogy hogyan alakítja, vagy esetleg hogyan torzítja uh-huh. a csoportoknak a társadalomhoz való viszonyát. Én arra gondolok, hogy nagyon sokszor azt mondják, könnyű ezen a közösségi oldalon véleményt mondani, véleményt nyilvánítani és kritizálni. Tegyük hozzá ezt, hogy annak ugye lehetnek hasznos, de legtöbbször inkább káros hatásai. Hogy látod ezt? Így van, hát ez egy az egyben így van. Ugye alapvetően egy arc nélküli dolog történik. Tehát ott van előttünk egy fal. Hát otthon a szobájában védett körülmények között szerintem mindenki sokkal bátrabb, mint mondjuk kint az utcán, vagy egy konkrét négy szem közti helyzetben. Tehát persze sokkal könnyebb kritizálni, sokkal könnyebb kimondani a véleményünket, amit persze utána nem vállalnánk fel, vagy hogyha csak egy picit visszagondolunk, ha már itt a szociálpszichológiát említetted, Lebonta meg lélekta, mit mond, hogy a tömegnek az intelligencia mindig alacsonyabb, mint az egyéné. Hát alapvetően erről szól, hogyha van valami, én elkezdem kritizálni, a másik is sokkal bátrabb lesz, és ő is még jobban fogja azt az adott illető témát, bármit kritizálni. Tehát megint itt van ez a fajta hatás. És az a baj, hogyha a tömeget nézzük, akkor sokkal többször jön be a romboló hatása, mint az építő hatás. Persze lehet jó dolgokat is átvenni egymástól, csak megint az a gond, hogy egy virtuális térben azért ez így egy nem túl reális dolog. Nagyon sokan azt is mondják, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Például, hogy ott van az a bizonyos like gomb, hogy van, aki nem is gondolja komolyan, hogy ez tetszik, nem tetszik, csak megnyomja, rányom. Más pedig, aki látja, hogy nézd ezt akármit, és akkor most nem akarok konkrétumot mondani, ennyien lájkolták, ennyi embernek tetszik, ez a valami, meg nem tetszik senkinek, akkor ez a jó, ez a rossz. Tehát, hogy ennyire élesen szétválasztják, nincs köztes állapot. Így van, nagyon-nagyon kritikusak vagyunk, ez a kritikusságunkat még jobban építi, ez az egyik. A másik pedig, ha már itt ezt a szélsőséget említetted, nekem ez egyik veszőparipám, és nem véletlenül szoktam ezt nagyon sokszor említeni, hogy nem csak Magyarországon, de a világon a személyiségzavaros embereknek a száma nő. Na most egyre inkább nő, és egyre jobban fog nőni, aminek nagyon sok kritériuma van, de ez az óriási szélsőség, ez például nagy mértékben jellemző rájuk. Ez egy icipici dolog, hogy én most valamit lájkolok, vagy nem, de alapvetően két választás, a két véglet, ez fekete vagy fehér lehet, és nem lehet átmenet. Ezekbe az emberekbe ezt a fajta tulajdonságot, akár egy ilyen pici dolog még inkább tudja erősíteni. Gondoljunk egy szőlőfürtre, aminek vannak szemei, ha mondjuk a szélsőségességem a szőlőfürt, mindegy, melyik szemet fogom meg, ha megmozgatom, az egész fürt mozogni fog, ez a probléma. Hogy egészen pici dolog, óriási kihatással lehet hosszú távon az emberekre. A pszichológusok is használják a Facebookot. Persze használják. Engem nagyon érdekel, hogy amikor egy pszichológus fölmegy az oldalra, és megnézi valakinek az oldalát, és akkor most nem páciensről beszéltem, hanem valakinek, egy barátnak az oldalát, most akarva, akaratlanul, szakmai ártalom, mondjuk azt, nagyon árulkodó egy-egy ilyen oldal. Hát véleményt szoktunk így alkotni, és igen, persze árulkodó. Egyrészt, ugye, ha ránézek,
mondjuk én, vagy bármelyik szakmabeli, vagy kolléganő valakinek az oldalára, ugye milyen következtetéseket, amiből lehet levonni. Ugye egyrészt, hogyha valaki mondjuk ilyen nagyon-nagyon jó dolgokat folyamatosan, és mondjuk szüksége az, hogy igénye az, hogy minden áldott nap nem tudom hány képet készítsen magáról, és az mind arról szóljon, hogy mennyire nagyon jó az élete, és mennyire jó minden, azért az általában pont az ellenkezőjéről szokott mondjuk szólni. Tehát, hogyha valaki ennek nem annyira a rabja, hanem egy ilyen egészséges mértékben használja, és mondjuk tényleg csak ezeket a profiloldalakat nézünk, az olyan őrült nagy mozgás nem szokott történni. Jó, hát néha van valami, de nem azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan arról szól, hogy ő magáról minél több információt osszon meg másokkal, hanem valóban lehet, hogy az eredeti rendeltetésére használja, hogy néha-néha felvegye a kapcsolatot olyan emberekkel, akikkel ritkábban találkozik, vagy régen látja, vagy akár információk, mert ezért nagyon sok, ahogyan említetted, hogy a cégek, a különböző újságok informálódni, nagyon sokat lehet azért onnan is, és lehet, hogy valóban erre használja. Na most az a jellemző, ahogyan mondtad, hogyha pszichológus szemmel nézitek, hogy valamilyen lelki vagy érzelmi problémára rá lehet ismerni, hogyha valaki ezzel a közösségi oldallal valamit kompenzál. Általában mi az, ami valakiben túl sok vagy túl kevés? Ugye az embernek az, hogy az exhibicionizmusa az egy teljesen normális emberi igény, azzal addig nincs baj. Mindig akkor van gond, megint a végletekre megyek vissza, ha valamiből túl sok van vagy túl kevés, az általában soha nem jó. Hogyha már nekem azt a kisebb rendőrségi érzésemet, tehát csak ilyen módon tudom kompenzálni, hogy minél több műszituációt készítek, amiben begyűjtöm aztán az úgynevezett lájkokat, hogy én mennyire jó vagyok, ez valószínűleg nem jó. Az, hogy mindenki más fajta személyiség, és vannak olyan emberek tehát, akik nyitottabbak a saját dolgaikról, vagy a magánéletükről többet fölírnak ezekre az oldalakra. Meglátják-e azt a határt, hogy hol van az, ahonnan többet már nem szabad írnom, nem szabad több fényképet föltenni, mert az már a magánéletem, az már esetleg az intim szférám. Van, aki meglátja. A nagyon egészséges emberek, úgy mondjuk, azok esetleg meglátják, vagy általában meglátják. Viszont, mint ahogy említettem, a személyiség zavaros embereknek a száma az nő. Ők viszont ezt nem fogják meglátni. Tehát ott nem lesz meg az a határ, hogy én most mit mondhatok el a másiknak, vagy hogy ez esetleg már sok vagy kevés. Nagyon sok olyan történetet hallok, hogy megismerkedünk, mert szimpatikusak vagyunk így a kép alapján egymásnak, és elkezdünk irogatni. És aztán azt élem meg 3-4 nap után, hogy igazán, hogy mindent elmondtam, ami nekem egy személyes dolgom, és a másik meg abszolút nem úgy fog erre reagálni, mert ő nem biztos, hogy ezt így fogja megélni, és utána meg ott van ez az óriási kétségbeesés, hogy én kiadtam magamról mindent olyan emberek, vagy olyan embernek, aki alapvetően egy vadidegen számomra. Hát ez attól függ, hogy mi a célja az illetőnek. Ismerkedni szeretett volna, vagy persze, csak egy régen látott kapcsolatban, baráti kapcsolatban el akart mondani egy csomó mindent magáról, amit eddig nem tett meg, tehát itt azért a szituáció is adja magát. Igen, viszont akkor is ott a határ. Tehát, hogy mondjuk egy vadidegen emberrel, vagy akár egy nagyon régen látott emberrel felveszem újra a kapcsolatot, 2 nap leforgás alatt egy ilyen felületen nyilván nem kell elmondanom az életemnek az összes történését, és hogy itt ez nagyon könnyen át tud csúszni, és pontosan amiatt, hogy megint nem egy 4 szem közti helyzet van, hanem ott egy fal, ahonnan sokkal könnyebb beszélni. Most akár hihető, akár nem, de vannak ezeknek a közösségi oldalaknak ellenzői is, vagy olyanok, akik nem lépnek be ebbe az oldalba, vagy nem regisztrálnak ezen az oldalon, és teljesen elutasítják. Sokszor már azt mondják, ez is gyanús lehet, hogy valaki nem akar magából semmit sem megmutatni, hogy ez is egy személyiségtípus. Mi a véleményed erről? Persze, vannak nekem is akár a személyis ismeretségi körömben ilyen emberek, akik azt mondják, tehát ők mindannyian azzal magyarázzák, hogy én a tömeget nem akarom követni, és hogy én ezt nem fogom, illetve hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy velem alapjába véve most mi történik. Tehát, hogy ezzel alapvetően biztos, hogy probléma van. Sőt, olyat is tudok, vagy olyanról is hallottam, hogy családtagokon belül is megoszlik a vélemény, mert van, aki megszállottja a Facebooknak, van, aki meg egy családtagon belül elutasítja teljesen, és ebből akár konfliktusok is adódhatnak. Sőt, párkapcsolati konfliktusok. Persze, de hát azért nem csak ez az egy olyan terület van, amiben konfliktus lehet, mert hogy nem egyezik a nézőpont, de persze ilyen is van. De hát itt a használatra vonatkozóan, tehát persze, hogy nagyon sok időt tölt vele, nagyon sok mindent elárul magáról, a családról, egy párkapcsolatról, és hogy kiteszi annak, hogy tehát... Persze, akkor már veszélynek teszi ki a másikat is, hogyha már nem csak saját magát vonja bele. Persze, hát ez meg így jogos és logikus.
Pedig a közösségi oldalakra például a gyerekek is nagyon szívesen föltesznek magukról mindent, hiszen persze. Egy nap, három, négy, de lehet, hogy több képet is elkészít, és ezzel azt hiszi, hogy ő folyton ott van, tehát aktív, mutat magából valamit, tartja a kapcsolatot a barátokkal, a haverokkal, de hát ennek rengeteg veszélye van. Igen, ugye nem is véletlenül gondolom azt, hogy 18 év alatt, most nem tudom, hogy most is így van, de régebben azt hiszem, hogy így volt, nem is lehetett regisztrálni akár erre az oldalra, amit persze nagyon könnyű megoldani, hát nyilván nem azt az életkort írod be. Tehát, hogy fent vannak a nagyon fiatalok, és valóban semmit nem tudnak ezzel kezdeni, sőt, még kevesebb gát van benne, mint a felnőttben, aki esetleg azt mondja, hogy ezt ezért nem mert, azt azért nem mert, ott bármi mehet kifelé. Tehát itt teljesen kontrollvesztett, hogyha a szülő nem ellenőrzi. Szerinted mennyiben fontos az, hogy valaki, csak ezt a szót tudom használni, ismeri azt az egészséges határt, ami arra vonatkozik, hogy én használom a közösségi oldalakat, mire használom, mennyi időt töltök vele, mit osztok meg, mit rakok föl, milyen véleményt mondok, az, hogy ki milyen értékrendszerrel jött, esetleg ki milyen szokásrendszerrel jött, mert hogy Facebookozni most már mindig fogunk, csak lehet, hogy nem ez lesz a neve, hiszen ma már, nem tudom, 1995 után születetteket úgy hívjuk, hogy digitális benszülöttek, meg a 2002 után születetteket, tehát őket már leszoktatni nem is célunk erről. Persze, nem is fogjuk tudni, és nem is biztos, hogy kell, mert hát egy ilyen világban élünk, de valóban meghatározza az értékrendszerünk és a normarendszerünk, már csak azt is, hogy mit közvetítünk magunkból a másik embernek, vagy mit nem. Illetve, ahogyan te fogalmaztál, hogy az egészségesebb ember, vagy a normát jobban követő, mondjuk így, valóban azokban jobban benne van a fék és a gát. Tehát, hogy jobban meg lehet, vagy át lehet azt gondolni, hogy valóban még mi a normális, és már mi az, ami ezen túlmutat. Mindenkinek a saját egyéni szabadsága, hogy mire és hogyan használja föl a közösségi oldalakat. Minden esetre én tudom egyébként, hogy hozzád nagyon sok olyan ember érkezik a praxisba, akiknek gondja van ezzel kapcsolatosan, és hát azért is érdemes, és érdemes volt erről most beszélgetnünk, mert legalább a szülőknek, vagy a hozzátartozóknak felhívtuk a figyelmét, hogy igenis lehetőség, de egyben probléma lehetőség is a közösségi oldalakon való bóklászás és mászkálás. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám. A nézőknek a figyelmet köszönöm. Egy hónap múlva találkozhatnak ezzel a műsorral. Viszontlátásra!